Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetség programja kiemelten fontosnak tartja, hogy a gyerekek szociális érzékenysége a megfelelő ingereket, impulzusokat kapja. Éppen ezért már harmadik alkalommal szerveztük meg az adventi időszak legcsodálatosabb fit megmozdulását, mégpedig a mézes kalács vásárunkat. Ezeket a mézes kalácsokat a 75 fiatal tehetség programban résztvevő diáknak az szülei, illetve maguk a gyerekek készítették és díszítették nagyon-nagyon nagy szeretettel. Minden éven egy rászoruló családnak ajánljuk fel az összegyűlt összeget, ez idén is így lesz. Olyan házaspárnak szeretnénk az összeget felajánlani, akik tartósan beteg és hátrányos helyzetű gyerekeknek az örökbefogadását tűzték ki életcélul, és szeretnénk, hogyha a karácsonyuk egy kicsit a FIT program segítségével talán még csillogóbb lehetne. Már ez is harmadik éve fut a programunkban, hogy minden éven minden FIT diákunk egy saját kis cipős dobozt állít össze, tele ruhákkal, tanfelszereléssel, illetve tartós élelmiszerrel, vagy pedig édességgel. Ráírja annak megfelelő korosztálynak, illetve fiúnak vagy lánynak szánja ezt a dobozkát, és átadjuk a megfelelő mozgalomnak. Idén ez az angyalbatyú mozgalomnak lett felajánlva, így a salánki pap, nevezetesen Csirpák József atya érkezett el hozzánk, és a 80 összegyűlt ajándékdobozkát átvette tőlünk, és segítségével a megfelelő helyre fog kerülni. Mézes kalács angyalkát készített, majd úgy menjetek el, hogy ebből vegyetek egyet, vigyétek haza, vagy megeszitek, vagy felteszitek a fenyőfára. Először is szeretném megköszönni azoknak a gyerekeknek és szülőknek, akik ezt a szép ajándékot összekészítették. Nyilván hátrányos helyzetű gyerekek. A cipős dobozokra rá vannak írva, hogy milyen korosztályú gyermekeknek szánják ezt az ajándékot. Az egyházközségben, Salánkon megnézzük az anyakönyvet, kik azok a rászoruló gyerekek életkorban, akik megkaphatják. És a görögkatolikus esperesi kerületünknek a hátrányos helyzetű gyerekeinek fogjuk eljuttatni ezeket az ajándékokat, tehát nem csak Salánkon, hanem a Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerületnek a gyermekei részére lesznek felajánlva, és még a héten karácsonyig eljutatva ezek az ajándékok, amit még egyszer nagyon szépen köszönök a gyerekeknek, a szervezőknek, hiszen ez egy nagy-nagy lehetőség arra, hogy karácsonykor az Isten szeretetéből valamit egy kicsit megmutassunk, hiszen karácsonykor Jézus Krisztus születése napját ünnepeljük, az Isten szeretetét, hogy az embert nem hagyta egyedül, hanem eljött erre a világra, megtestesült erre a világra, hogy megtanítson bennünket arra, a jóra, a szépre, a szentre, aminek eredetileg is teremtett bennünket az Isten.